Átadták a 12. Simándi József nemzetközi énekverseny díjait. Ezek a gála koncert és a döntő pillanatai. Frenetikus érzés, amikor kint állsz a színpadon, sikerül átadni azt, amit szeretnél tolmácsolni, és ezt veszi a közönség. Mint száműzött kivándorol a sűrűjén át. I hope so that each of us contestants feel that emotions and feel that great music and passion for that. Jó irányba növekszik a versenyen a résztvevőknek a fordulatszáma. A Simándi József énekverseny Magyarország legnagyobb hagyományú énekversenye, amely idén fennállásának 25 éves jubileumát ünnepli. Nagyon boldogok vagyunk, hogy egy újabb lépcsőfokot tudott lépni, és Budapesten került megrendezésre ezen a csodálatos jubileumi alkalmon. A versenyt a 90-es évek végén alapította a Szegedi Zeneművészeti Kar, akkor frissen kinevezett tanszékvezető professzora. Temesi Mária tanárával, Sinkó György operaénekessel. Küldetése, hogy felfedezze az ifjú énekes tehetségeket. Példaként és kiállítással is emlékezve a verseny névadójára, Simándi József operaénekesre. Nagyon-nagyon komoly áriákat hoztak az énekes irodalomból, lassú legato résszel, gyors strettákkal, különböző stílusokban, és nagyon sok szép előadó művészi produkciót is láttunk. Hát tulajdonképpen ez egy feltérképezése a magyar nemzeti énekkultúránknak. Rekordszámú nevezés, 32 ország, 178 énekes, és a helyszín az Opera Eiffel műhelyháza. Befogadtuk, és úgy gondolom, hogy hosszú távra. Itt az egész hetet le tudtuk bonyolítani. Az elődöntő és a közödöntő olyan teremben lehetett, amelyik a valós képességeit mutatta meg a versenyzőknek, és itt a Báfi teremben pedig egy jó akusztika melletti döntőt lehet lebonyolítani, és lazább, ehhez a generációhoz, ehhez a versenyzők közös jobban illő szerintem ez a környezet. Most itt ez a verseny életem első versenye. Well, my experience with these competitions was really great. I feel here like at home. There are many friendly people here, including the very friendly jury and also the organizers. Jó találkozni sok énekessel, akik több határról, túlról érkeznek, nem csak itt Magyarországon így beszökülve egymás között. Jó találkozni. A Simándi verseny alapítása óta számos énekes tehetség számára nyújtott és nyújt idén is felfedezési lehetőséget. A versenyzők pályaindulását komoly pénzdíjakkal, elnyerhető fellépési lehetőségekkel, nemzetközi média nyilvánossággal is segítve. Ez idén egy nagyon komoly menedzseriroda két képviselője is, Berlinből és Bécsből részt vett. És segíti a versenyzőket. Adriana Banasová Szlovákiából érkezett, és a döntőre Mozartot hozott. With each singing you learn something new about the music and something new about yourself. I try to show my artistry, if I can say that, and I'm trying to send my feelings to the audience, and I hope so I did it well. A negyedik kategória második helyezésével és három külön díjjal, köztük Dvorzsák operájának címszerepével díjazták. Az Operaház színpadán 2026 őszén Ruszalkaként hallhatjuk. Hozzám, hozzám, tenni. Pete Ádám Dávid Erkel operájának ikonikus áriáját énekelte. Alapból a darab magával ragad, ez az ária magával ragad, hát, és Simándinak a fizimiskája, az egész egyenvalója, az magával ragad.
4 külön díjjal jutalmazták. Elnyerte a Hazám Hazám díjat, koncertlehetőséget kapott Temesi Mária opera énekestől. Valamint Király László zeneszerző Segíts Nagy Úr című hangverseny áriájának ősbemutatóját énekelheti majd. Továbbá Weisz Gábor a Bartók Rádió szerkesztőjének koncertfelkérését kapta. Az idei verseny is felfedezett olyan tehetségeket, akikbe biztosak vagyunk, ugyanúgy be fognak kerülni a Prima Primissima díjas énekesek közé, vagy a kamara énekesek közé, vagy különböző művészeti díjas énekesek közé, ahogy ez a verseny a küldetését fölvállalta 1998-as alapítása óta.